A szadai édesanyáknak az idei első Babamama Akadémia keretein belül anyapszichológia címmel rendeztek előadást a helyi faluházban. A 2014. november 25-én megtartott találkozó vendége Vida Ágnes pszichológus volt, aki a nagy sikerű kismamablog.hu szerkesztője. Az interaktív program szervezője, ahogy eddig is, Juhászné Bankó Zsóka, a Székely Bertalan Művelődési Ház vezetője volt. Hát azt gondolom, ha valaki egy kicsit nyitott szemmel jár, és találkozik nagyon sok fiatal anyukával, ugye mi itt vagyunk a bölcsödével közösen, kisiskolásokkal, akkor szinte adja magát az élet, hogy nagyon sok problémával küzdenek, nagyon sok kérdésük van, nyilván ha erre reagál az ember, és úgy van jelen ebben a szakmában, hogy jelen kell lenni, akkor megpróbál gondolkodni az, hogy hogyan tudna segíteni, hogyan tudná közelebb vinni a sok-sok felmerülő kérdést a válaszokhoz. Gyakorlatilag mondjuk az én szakmai felfogásom szerint, hogy ez egy segítő szakma. És én úgy gondolom, hogy minden élethelyzet hoz valami olyan megoldhatatlannak tűnő problémát, amire a mi szakmánknak válaszolni kell tudni. Ugye a különböző korosztályokhoz az én 10 éves jelenlétemben mindig találtunk valaki olyat, aki mindenki számára hiteles és tud segíteni a megoldásban. Ki volt most a vendég és milyen témakörben? Vida Ági volt nálunk, aki a népszerű kismamablog.hu-nak a szerzője, tehát ő találta ki, hogy ilyen online módon is nagyon gyorsan tudjon válaszokat adni nagyon konkrét problémákra. És ezt megmondom őszintén, hogy az itteni tornára várakozó anyukák mondták nekem, hogy ők szívesen találkoznának az Ágival, hogyha meg tudjuk őt hívni, és én nagyon örültem neki. Elfogadtam, ha itt volt, és azt gondolom, hogy egy tartalmas, jó kis estén vagyunk túl. Van-e már tervben következő vendég? Sorozatnak gondoljuk, most a Babamama Akadémia nevet adtuk, próbálunk ezzel utalni a tanulási folyamatra, amit nem kell szégyelni, hiszen amíg a kicsi gyermek megszületik, és egyszer csak majd elengedjük felnőttként, addig folyamatosan lesznek szerintem kérdések, problémák, amikre jó, ha találunk valahol választ, és én azt gondolom, hogy közművelődési intézményre az egyik legjobb tér. Vida Ágnes, aki Magyarország legismertebb babalélektannal foglalkozó szakértője, előadásában a fogantatástól a nagymama korig kitért a különböző életciklusok nehézségeire és annak megoldásaira. Mai előadás témája ugye anyapszichológia. Azért kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, mert az előző könyvem az a baba pszichológia volt, mert mindig jöttek az anyukák, hogy valami hatalmas nagy gond van a gyerkőccel, amit azonnal meg kéne oldani, és mondjak valami olyan trükköt, ami fél másodperc alatt így megoldja a problémát, és hát sajnos a gyerekek nem gomnyomásra működnek. Ez nagyon gyorsan kiderült, hogy olvashatsz akárhány alvásos trükköt, a te gyereked nem úgy akarja csinálni. Nagyon hamar kiderült számomra, hogy leggyakrabban nem az a probléma, hogy ne tudnánk, hogy egy gyerek hogy működik, bár néha avval is vannak problémák, de meg ne tudnánk egy csomó tippet, meg trükköt, meg praktikát, meg ne hallottunk volna a anyukánktól, meg a nagymamánktól, meg a szomszédtól, meg a másik kismamától, meg mindenhonnan, hanem legtöbbször az a gond, hogy valami problémánk van saját magunkkal, meg úgy általában az anyaszereppel, amiben belekerültünk, tehát elég sok olyan praktika van, amit azért nem sikerül megvalósítani, mert hogy így magadban van egy ilyen ellenérzés, hogy azt nem, és ez valahonnan jön. Nem véletlen, amikor jönnek hozzám, hogy egy 2 hetes gyerekkel valami hatalmas nagy pszichológiai probléma van, akkor ez általában inkább a szülőnek a magával való problémája. Tehát egy 2 hetes gyereknek nincsenek komoly lelki problémája, egy dolog kell, anya, cici, tehát körülbelül ennyi az elvárása az élettől. De hát ugye most pont láttam, mert a múlt héten a hugomnak gyereke született, ott állt a család, és mindenkinek jöttek, hogy nézd, most ezt azért csinálja, mert mert most ez azért van, mert frászt, éhes, és cici akart. Körülbelül ennyire bonyolultan működik az újszülött. Hogyha éhes, akkor is cicit akar, álmos, akkor is igazából testközelség, mert azt szokta meg 9 hónapig odabent. Aztán persze később elkezd nyiladozni a világra, és lesznek extra igényei, hogy unatkozik, meg hasonlók, és jó esetben ezeket észre is veszük, hogy na ez már most már nem arról szól, hogy borzasztóan éhes, csak egy kicsit úgy unatkozik, és azt próbálja kommunikálni, vagy most már játszani akar, vagy ezt akar, vagy azt akar, de mi
ugye felnőtt agya, mindent belemagyarázunk abba ekkora kis gyerkőcbe, és próbáljuk meg bele tuszkolni a saját félelmeinket, a saját aggodalmainkat, jaj, nem eszik eleget, nem eszik eleget, mindenkinek más, hogy ez mi. Tehát van, aki úgy megy bele, hogy már eleve fél az egész attól, hogy mi lesz. Nagyon sokan úgy vannak, hogy addig kiképzik magukat, hogy várandóság, meg szülés, ott van a gyerkőc, hú, mit kéne most csinálnom vele? Tehát ott már megáll a tudomány, mert mindenki úgy van, hogy megszülették, és utána majd milyen jó lesz, és kiderül, hogy most jön a neheze. Ezekre a problémákra, nehézségekre próbál megoldást nyújtani Vida Ágnes, aki amellett, hogy rendszeresen publikál szaklapokban, már több gyermek és anyapszichológiával foglalkozó könyv szerzője is. Én nem szerettem volna klinikai pszichológus lenni, nem különösebben érdekelt ez a terület, tanácsadó pszichológusként végeztem, és először így elsősorban ismeretségi körből fordultak hozzám emberek, és nagyon sokszor szülők fordultak hozzám, és nagyon sokszor kisgyerekekkel, és akkor kezdett el engem nagyon érdekelne a gyerekek meg a szülők viszonya. Aztán később, amikor az első gyermekemet vártam, akkor rájöttem, hogy valahogy hiányzik a magyar szakirodalomból az egészen kicsikkel foglalkozó rész. Akkor már volt, rengeteg csecsemőápolási könyv volt, az elsősorban egészségügyi dolgok foglalkozott, nem azzal, hogy mit érez egy kis baba, meg nem foglalkoztak ezekre a tipikus szülői ellentmondásokkal, meg nehézségekkel, meg úgy általában a várandóság lélektana, például ez nagyon érdekelt, ez a téma, és elkezdtem ebbe beletanulni, és előbb-utóbb azt vettem észre, hogy rengeteg kismama kérdezősködik tőlem ebben a témában, fórumokon, és akkor gondoltam, hogy ezeket leírom, ezeket a tapasztalataimat egy blogba. Milyen könyvek jelentek már meg eddig? Az első könyv az 2008-ban jelent meg, ez az álomba ringató praktikák, ez elsősorban a babáknak az altatásáról szól. Nyilván ez minden szülő számára egy ilyen neuralgikus pontja szokott lenni a gyerekvállalásnak, és akkor utána 2011-ben jelent meg a babapszichológia, ami egy átfogóbb mű arról, hogy egyáltalán mi mindenem mennek át a gyerekek, kezdve onnan, hogy a születésnek a lélektani folyamata egészen 2 éves korig. Aztán 2013-ban megjelent egy picit más témájú könyvem, ez az Üzletanyú születik, ugyanis nagyon sok családban láttam azt, hogy a munkavállalás problémakra, meg az anyának a visszatérés a munkaerőpiacra, ez egy nagyon nagy nehézség, és ezért 2008-ban elkezdtem segíteni azoknak az anyukáknak, akik szeretnének vállalkozni, de nem tudják, hogy hogyan, és ennek kapcsán írtam egy könyvet, és aztán most idén 2014-ben jelent meg az Anyapszichológia című könyvem. Az anyapszichológiának a 21. században jelentősen megnőtt a szerepe, hiszen általánosan később vállalnak gyermeket a nők. Ezáltal sok édesanya teljesen másfajta élethelyzettel kerül szembe, mint korábban. Azt láttam, hogy egyrészt az anyaság manapság egy kicsit nehezebb terület lett, mert hogy viszonylag későn leszünk anyák, ezért nem vagyunk annyira spontának. Régebben, amikor 20-21 éves korában szült a legtöbb nő, egy fiatal egészen kevésbé fáradt, könnyebben éli meg, lazább. Meg a másik, hogy sok anya úgy éli meg most, hogy elvesztette a karrierjét, mert előtte évekig építette, és aztán hirtelen elmegy szülni, és utána úgy érzi, hogy annak ott vége lett, és nem találja a helyét a világban. Kialakult a hosszú gyesnek köszönhetően az úgynevezett gyes betegség, és ez elég sokáig nyúlhat a gyes időszakat, tehát az anyukák többsége nem 2-3 évet van otthon, hanem a többség 5-6 évet van otthon, sőt az anyák 2%-a 15 évet van otthon, tehát egy viszonylag magas száma van azoknak az anyukáknak, akik rengeteg időt töltenek otthon, és ő nekik is lennének igényeik a felnőtt világra, de nehéz a visszatérésük. És éppen ezért azt láttam, hogy foglalkozni kell ezzel a területtel, foglalkozni kell az anyává válással, azzal, hogy mi mindent élnek meg az anyák, mert erről nem beszélünk. Mindenki azt mondja, hogy örüljél neki, van egy szép gyereked, rengeteg könyv van a gyereknevelésről, a csecsemőgondozásról, az egészségi problémákról, egy csomó témáról, de arról, hogy az anya mit él át közben, erről nincs, és ezért született meg ez a könyv.
A hangulatos előadás után a szülők személyes kérdéseket tehettek fel Vida Ágnesnek, amelyre a pszichológus nő készséggel válaszolt. Lehetőség volt a szerzőnő eddigi könyveinek megvásárlására és dedikálására is. Hol lehet önt elérni, illetve hol lehet önnek kérdéseket feltenni? Hát a Kismama blognak a weboldalán, a kismamablog.hu-n, illetve a Facebook oldalon, ahol egy nagyon aktív 150 ezer fős közösség van. Lehet kérdezni, nagyon sokan vannak már, akik tapasztalt anyukánk, tehát ők is szívesen megosztják a tapasztalataikat, úgyhogy ide várom mindenkit szeretettel.